A forduló előtt 7 hely és 11 pont volt a különbség a két csapat között a Sényű javára. Ennek ellenére nem számított könnyű meccsre a házigazda, és be is igazolódtak a várakozások. Az első félidő egyenlő erő küzdelmét hozta, a második játékrészben pedig a csereként beálló Fabu gólpasszából a szintén szünet után pályára lépő Barta megszerezte a Sényű, mint később kiderült, győzelmet jelentő gólját. A folytatásban ugyan próbálkozott a Gyöngyös, de már nem változott az eredmény. Nagyon rég vártunk már arra, hogy végre lehozzunk egy mérkőzés kapott gól nélkül. Ugye volt két hazai mérkőzésünk, ami egy-egyre végződött, az Eger és a Putnok. Ott nagyon kicsi hiányzott ahhoz, mind a kétszer a 76-78. Perc körül kaptuk azt az egy-egy találatot, pont ugyanúgy szinte egy-egy pontrugásból. Úgyhogy akkor is egy pici hiányzott. Hát most hál' Istennek összejött, és ugye nem szólt közben semmi, megszereztük azt a győztes találatot, és végre le tudtuk hozni kapott gól nélkül a mérkőzést. Az NB3 keleti csoportjának tabelláját a Tisza Kicske vezeti 74 ponttal, megelőzve a 64 pontos BVSC Zuglót. A 44 pontos Sényű a 8. helyen állva a pontszerzés reményében utazik a 60 ponttal a 3. Jászberényhez. Összeállt a csapat meg érezni a fiúkon, és ugye volt ott az elején két idegenbeli mérkőzésünk, ugye a BVSC és a táj, ami nem igazán úgy sikerült, de ezeket ott átbeszéltük, átvészeltük, nem kongattunk itt azért vészharangokat. A negatívumokat ugye megpróbáltuk kijavítani, a pozitívumokat ugye tovább építeni. Úgy gondolom ez nagyjából sikerült, viszont képesek lehetünk egy jó eredményre a Jászberény otthonába is, csak ugye azt is figyelembe kell azért venni, hogy most egy hét alatt 3 mérkőzés van. Azon fog múlni egyébként minden, hogy ugye NB3-os csapatokról van szó, azért itt a játékosok dolgoznak is, hogy melyik csapatnak milyen hosszú a kispadja, és hogy tudja majd regenerálni, forgatni, pihentetni a játékosokat. A 30. forduló további párosítása a következő, DVSC 2 Mezőkövest 2, Tiszaújváros Salgótarján, Sajó Bábony Tiszafüred, Kisvárda 2 Balassagyarmat, Cegléd Tiszakécske, Füzesgyarmat Tája, Gyöngyös Putnok, DVTK 2 BVSC Zugló és 60 Eger.